Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság. Hát én azt gondolom, hogy mindannyian pontosan tudjuk, hogy az egyik legsúlyosabb korrupciós ügyről, legsúlyosabb közéleti botrányról lesz most itt szó néhány percben. Ugye ennek a botránynak a főszereplője, főhőse Sadl György, aki a mai napig a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak az elnöke. Ugye arról az emberről beszélünk, aki az ügyészség szerint 2018-ban már korrupciós kapcsolatot alakított ki a fideszes Völner Pállal, a Varga Judit miniszterasszony korábbi helyettesével. Ugye arról az emberről beszélünk, akiről kimondta a bíróság, hogy lehet őt a legkorruptabb magyar végrehajtónak nevezni. Szintén arról az emberről beszélünk, aki 2021. novembere óta előzetes letartóztatásban van. De még mindig ő Magyar Bíróság Végrehajtói Karnak az elnöke. Egy múlt év nyári vitán Répási államtitkár úr kérdésemre elismerte, hogy ez egy, úgy fogalmazott, hogy elviselhetetlen állapot, és elismerte, hogy rosszak a törvények, hiszen itt ebben a helyzetben Sadl Györgyöt eltiltották a végrehajtói tevékenységtől, de mivel a törvény rosszul lett megfogalmazva, maradhatott a bírósági végrehajtói karnak az elnöke. Tehát Répási államtitkár úr is elismerte, hogy rossz ez a törvény. A múlt év decemberében a végrehajtói kar vezetőtestet tartott egy ülést, ahol fel sem merült Sadl György visszahívása, és ezután szintén Répási államtitkár úr, aki ugye Völner Pál utódja, mint miniszterhelyettes, sajnálkozását fejezte ki, hogy nem hívták vissza Sadl Györgyöt. Én levelet írtam a végrehajtói karnak, a válaszból kiderült, hogy eszük ágában sincs végrehajtani, tehát nyilván meg vannak elégedve Sadl György tevékenységével. Tehát miközben egyébként Répási államtitkár úr sajnálta, hogy ez a helyzet fennáll több alkalommal is, a Fidesz és a KDNP képviselői nem, hogy nem tettek semmit a helyzet megoldásáért, de a korábbi alkalommal már elutasították azt a törvényjavaslatomat, ami megint csak itt fekszik a Törvényalkotási Bizottság előtt, ami lehetővé tenné, hogy lehessen váltani Sadl Györgyöt. Az előző vita során az Igazságügyi Bizottságban és egyébként itt a Törvényalkotási Bizottságban is az ártatlanság vélelmére hivatkoztak a kormánypárti felszólalók. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet arra, hogy ez nem helyes, nem helyén való. Nyilván ez egy fontos alapelv, ugyanakkor Sadl Györgyöt eltiltották, pontosan az általa vélhetően elkövetett súlyos bűncselekmények miatt eltiltották a végrehajtói tevékenységtől, ahogy egyébként jelentős késéssel, ugye Völner Pált is eltiltották az ügyvédi tevékenységből. Ezek fontos intézkedések voltak, hasonlóan fontos intézkedés lenne, hogy eltávolítsák a bírósági végrehajtói kar elnöki székéből. És ugye most itt hosszan beszélhetnénk arról, mindannyian, hát igazából csak sejtéseink vannak arra, hogy hány ember, hány magyar család életét tették tönkre a korrupt végrehajtók. Láthatjuk, hogy az ügyészség szerint és a kiszivárgó anyagok szerint Sadl György a végrehajtói maffiának az egyik irányító, vagy főembere, hogy ez erkölcsileg mennyire tartható, hogy ő még mindig ennek a fontos közjogi pozíciónak a közjogi pozíciót tölti be. De az erkölcsi érvek ugye az előző körben is lepattantak a kormánypárti képviselőkről, úgyhogy most jogi érveket szeretnék hozni, hogy a végrehajtói törvény úgy szól, hogy az újonnan kinevezett végrehajtóknak a végrehajtói kar elnöke előtt kell esküt tenni. Itt képviselőtársaim már több alkalommal próbáltak kérdést feltenni egyébként a kormány felé is, hogy pontosabban akkor mi történik. Tehát azóta kineveztek már több mint 30 végrehajtót ismereteim szerint. Azt sem lehet tudni, tehát nem adott választ a kormány, hogy ezek az emberek a börtönbe mentek esküt tenni a végrehajtói kar elnöke előtt, vagy törvénytelenül működnek. Tehát egy elképesztő törvénytelen helyzet áll fent. Tehát nem csak erkölcsileg borzalmas ez a helyzet, ami most van, nem csak jobban háborít fel minden magyar embert, hogy egy ilyen ember töltheti be még most is a végrehajtói kar elnöke tisztségét, de teljes a jogbizonytalanság, és önmagában is én azt gondolom, hogy a végrehajtói szakmával szemben a társadalmi megítélést alig ha lehetne negatívabb. Tehát a helyzeten már rég lehetett volna változtatni, ugye önök a szavazatukkal, a törvény megszavazásokkal idézték el ezt a helyzetet, önök tudnak most ezen változtatni, a javaslat önök előtt van, kérem, hogy támogassák, hogy társsorozatba kerül a javaslat, és annak a parlamenti megszavazás esetén Sadl György hasonlóképpen, hogy elveszítette egyébként a jogát, hogy végrehajtóként tevékenykedjen megalapozottan, ki fog kerülni ebből a fontos pozícióból, így majd más fogja betölteni, ha ez megvalósul a végrehajtói kar elnöki tisztségét. Ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslat társsorozat bevételét. Köszönöm, elnök úr. Jámbor András Imre párbeszéd következik. Köszönöm szépen a szót. Én is azzal kezdeném, amivel keresztes képviselőtársam, hogy
hogy hát azért tényleg kéne valamit csinálni abban az esetben, amikor a végrehajtói kamara új tagjainak a börtönben kell jelenleg esküt tenniük, hogy elláthassák a hivatalukat. Én nem gondolom, hogy ez egy normális állapot lenne, bár a végrehajtási eljárások kapcsán kevés dologra tudom azt mondani, hogy normális állapot, amivel én itt az elmúlt években találkoztam. De van még pár másik dolog, amire azért érdemes lenne kitérni. Ugye a kiszivárgott iratanyagok szerint az Alkotmánybíróság egyik bírájának a gyerekei is végrehajtóként járnak el. Az egyik az ügyben vádlott végrehajtóval közös irodát üzemeltet az egyik alkotmánybírónak a gyermeke, méghozzá úgy, hogy úgy csinálták meg ezt a megfelezését a két iroda nyereségének, hogy a vádlott az egyébként rosszul járt, és az alkotmánybírónak a gyereke járt jól. Én nekem az lenne a kérdés, hogy nekünk van bent egy javaslatunk az alkotmánybíróság előtt, amit a teljes ellenzék támogatott, ami a végrehajtási törvényt nézni át, és azokat a kritikus passzusokat hát próbálna megsemmisíteni, ami szerint például előbb lehet elárverezni, vagy árverezésre bocsájtani egy lakást, mint hogy végigfutna egy végrehajtással szembeni kérelem, a végrehajtás elleni kérelem, illetve azt, hogy egy tárgyi ingóságot a jelenlegi törvény alapján az értéke 1%-áért adott esetben el lehet árverezni. Tehát ilyen hibák vannak ebben, én ezt hibának gondolom, remélem ez nem szándékosan van benne ez, a törvényben ezek a dolgok. Tehát ilyen hibákat kell felülbírálni, és egy olyan alkotmánybíró fogja ezt felülbírálni, akinek hát a családja anyagilag érintett ebben a kérdésben. Szerintem ez elég problematikus, és az is elég problematikus, hogy ugye nem fogom most sorolni azokat a fideszes képviselőket, kormánytagokat, akik előkerülnek a vádiratban, de hogy szerintem jó lenne, hogyha hallanánk végre valamit arról, hogy mit gondol arról a kormánypárt, hogy az igazságügyminisztérium dolgozói tanúvallomásban említenek több fideszes politikus név szerint, akik ennek a rendszernek a részei voltak. És utoljára pedig én is ötször nyújtottam már be azt a javaslatomat, ami nem a Schadl-Völner ügyről szólt szűken, hanem arról szól, hogy ez a végrehajtási eljárási rendszeren mit lehet kezdeni. Mert nem tudom, önök is sokan egyéni képviselők, biztos, hogy találkoznak ilyen ügyekkel a praxisukban, biztos, hogy jönnek oda önökhoz az utcán és mondják el, hogy mondjuk a fizetésük harmada le van tiltva egy 3 gyerekes családnak, és hogy nem tudják, hogy mi alapján van letiltva a fizetésük, mert nyilván nem jogvégzett emberek, akikkel szemben sokszor a végrehajtási eljárások végigmennek, de szerintem lenne felelősségünk abban, hogy ezekben az ügyekben eljárjunk, és egy olyan végrehajtási törvényt csináljunk, ami nem csak azokat védi, akik végrehajtási eljárásokat csinálják, hanem azokat is védi, akik sokszor elszenvedik. Én tényleg nagyon sok példát tudok mondani, teljesen törvénytelen, vagy teljesen igazságtalan végrehajtási eljárásokról. Én voltam például olyan eljárásban, ahol azért nem lakoltatott ki a végrehajtó valakit, mert ott voltam én, meg ott volt a média, és nem annak az embernek a nevére szólt a végrehajtási eljárás, akit ki akart lakoltatni. És hogyha nem lettem volna ott én, nem lett volna ott a média, akkor az ember az utcára, az a két idős magyar állampolgár az utcára került volna simán. És ilyen esetből iszonyatosan sok van. Tehát szerintem nekünk felelősségünk az, hogy ebben a témában változtassunk, és én azt szeretném önöktől kérdezni, hogy mi az, amit ebből átengednek. Tehát, hogy milyen olyan törvénymódosítások, vagy bizottsági kezdeményezések ezeknek az ügynek az átvizsgálására. Tőlem nem kell, ne is érintsük a Schadl-Völner ügyet. Tehát, hogy azzal is nekem nagyon sok problémám van, de hogy itt alatta vannak százezrek, akinek az élete megy tönkre, hogy mi az, amit átengednek, hogy ezeknek az embereknek az életét tudjuk segíteni, rendezni ezeket a problémákat és rendezni ezeket a törvényi tényállásokat. Köszönöm. További hozzászólási szándék nincsen, ezért a vitát lezárom, és miután az előterjesztőn kívül volt hozzászólás, meg kell kérdezzem Keresztes László Lórántot, hogy kíván-e reagálni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden szeretném kiegészíteni, köszönöm szépen az értékes hozzászólást. Egy dologra szeretném még felhívni tisztelt kormánypárti képviselőtársaim a figyelmet. Ugye itt az elmúlt ciklusokban mindig rengeteg kritika érte a végrehajtói rendszert egyébként. És egyébként nem csak 2010 után, tehát az előtt is nyilván rengeteg probléma volt a rendszerben. Hát önmagában szimbolikus az egyébként, hogy itt az elmúlt ciklusban a viták során jellemzően egyébként Völner Pál képviselt a kormány álláspontját.
de most lépjünk is ezen túl. Az szerintem egyértelmű, és gondolom önök sem tagadják, hogy borzalmas, amilyen helyzet kialakult, és hogy egészen elképesztő és méltatlan Magyarországhoz, ami kialakult, és tényleg rengeteg család életét tették tönkre ezek a korrupt gazemberek, nem lehet finomabb szóval illetni őket. Nem oly rég egy parlamenti vita során talán Torockai képviselő úr tett fel azonnali kérdést a miniszterelnök úrnak, és úgy reagált miniszterelnök úr, ugye összefüggésben volt a kérdés a végrehajtás rendszerével, hogy nyitottságot mutatott miniszterelnök úr, hogy ha az ügyben van jó javaslat, akkor ő nyitott rá, hogy valamit ezzel a darásfészekkel úgymond kezdeni kell. Tisztelt képviselőtársaim, ennek az indítványnak az indokoltságát Répási államtitkár úr is elismerte és megerősítette. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet méltatlan. Ezért én kérem önöket, hogy tudom, hogy vannak szigorú politikai döntések, de én ebben a helyzetben mindannyiunk felelősségének érzem azt, hogy ezt az áldatlan helyzetet megszüntessük, és legalább az első lépésként ezt az embert, akit ismétlen a bíróság szerint lehet a legkorruptabb magyar végrehajtónak tartani, ezt az embert a törvény módosításával, ugye, mert itt egyértelműen az államtitkár is elismerte, hogy itt hibáról van szó, ennek a korrekciójával legalább ebrudaljuk ki ebből a fontos közjogi pozícióból, aztán az ítéletét majd reméljük, a lehető legsúlyosabb ítéletét pedig majd megkapja ott, ahol ezt meg kell fogalmazni. Úgyhogy kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy közösen vegyük ezt társsorozatba, és nagyon-nagyon bízok benne, hogyha ez sikerül, akkor együtt megszavazhatja az országgyűlés, és legalább egy fontos lépést tettünk. És utána pedig én biztos vagyok benne, hogy mindenki nyitott lesz abban, hogy úgy álljunk neki a teljes végrehajtói rendszert leíró, meghatározó működését, meghatározó jogszabályi környezet módosításának, hogy mindenkiben a legjobb szándék lesz. Úgyhogy kérem tisztelt képviselőtársaim támogatását. Köszönöm, elnök úr. A bizottság a TÉPER 2519-es számú törvényjavaslatot 12 igen, 2 nem és 25 tartózkodás mellett nem vette társsorozatba. Köszönöm szépen, képviselő úr!